És jönnek már is a közlekedési infók itt a Vörösmarty Rádióban. Fehérvár és környékének legfrissebb híreiről, információiról már korra reggel értesülhetünk az autónkban, vagy éppen a számítógépünk előtt. Illemedesen, srácok, tudjátok! De alkalmanként személyesen is elérhetők vagyunk. A Vörösmarty Rádiót rendszeresen látogatják fehérvári intézmények, gyakornokok, akik testközelből is megfigyelhetik az itt zajló munkát, hogy közelebb kerülhessenek a rádiózás világához. Vannak fiataljaink is, akik készítenek műsort, meg próbáljuk mi is a rádiót bemutatni, állandó iskolás csoportok is jönnek ide a Vörösmarty Rádióba, tehát próbálunk mi is nyitni a fiatalok felé. Már is megy egy felvétel, és megmutatja, hogy hogy készül a mi hangunk, amit itt rögzítünk. A diákok itt megtanulhatnak vágni, híreket szerkeszteni, de közel sem olyan módszerekkel, mint korábban, sokkal hatékonyabban. S ahogyan az a Miért Rádió Egyesület múlt heti rádiós konferenciáján is elhangzott, az innováció elengedhetetlen a rádiózás jelen és jövőbeni működéséhez. 94-ben még szalagos magnóval kezdtünk, ollóval vágtunk, és ragasztóval ragasztottunk, hogy a hanganyagok elkészüljenek. Aztán úgy részesei lehettünk, és ez egy csodálatos dolog a technika folyamatos fejlődésének, amikor jött a kazetta, aztán jött a digitális technikának még az alapja, és ahol most tartunk, hogy ez egy dolog, hogy mikrofonkeverőpult, de most már tudjuk azt is, hogy ott van az internet világa mögött. Sasvári Csilla hozzátette, a folyamatos fejlődés tekintetében olykor kihívást jelentett a különböző platformokon való megjelenés számára. Mégis mindig nyitott a szakmában zajló innovációra, ami azért fontos, mert a célközönség igénye is folyamatosan változik. Legutóbbi statisztikák szerint a rádiónak maximum 5-6 másodperce van, hogy megnyerje a hallgatót, amennyiben nem sikerül, akkor azonnal el fognak tekerni. Ugye bejött az új média, gondolok itt a social médiára, bármilyen formájára, az emberek már azokon keresztül tájékozódnak. A Vörösmarty Rádió hírei is több platformon hallgathatók, mindenki igényei szerint hallgathatja a műsorokat, még több fogyasztót megcélozva így. Az NMHH statisztikái szerint továbbra is milliók rádióznak Magyarországon. A 15 év felettiek esetében is kimagaslóan megnőtt a hallgatottsági szint. Több mint 5 millióan hallgatnak rádiót naponta közülük.